11 napi rendi pontba szedve három témakört érintett a Tolna megyei közgyűlés aktuális ülése. A találkozó első harmadában a rendőrség és tűzoltóság szervezetét érintő dolgokról esett szó, míg a másodikban a költségvetés elfogadásáról és pénzügyi tervezetekről. A harmadik rész pedig a fejlesztési területeket és a hozzájuk tartozó pályázati lehetőségeket taglalta. Süli János államtitkár Tolna megye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője elmondta, az orosz-ukrán háború gazdasági hatásai nincsenek befolyással a Paks 2-t érintő fejlesztésekre és az atomenergia zavartalan előállítására. Az engedélyek mind ment vannak, ami kell ahhoz, hogy az építés fázisába átkerüljünk. Az engedélyek pár hónapon belül mindet megkapjuk, itt 10 komoly engedélyre várunk, és ha megkaptuk, akkor maga a főépület építését is el tudjuk kezdeni, ami egy fontos dolog, mert akkor 29-30-as üzembevezési dátumokat tudjuk tartani. Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke úgy nyilatkozott. A SIO projekt megvalósításához tervezett ötelemből még 2-t kell befejezni. A következő fejlesztési lépcsőben a csatornát érintő településekkel összefogva folyik tovább a munka. Azt, amit átadtunk, az a gyönyörű vízitelep, az azt mondom, hogy európai igény, minden európai igényt ki tud elégíteni. Hát reméljük, hogy egyrészt a sportolói vonalon, másrészt pedig a megye tömegvonzó képessége, illetve a szabadidő hasznos eltöltésében ez komoly szerepet fog játszani a jövőben. A Tolna megyét érintő fejlesztések és beruházások nem csak gazdasági, de turisztikai jelentőséggel is bírnak.